megkelt Magyarország. A műsorvezető Újhelyi Zoltán. 7:05. MSZP árvák, veletek vagyunk. Ezzel a közleménnyel, ezzel zárja közleményét az Igen Szolidaritás mozgalom, amiben arra figyelmeztetnek, hogy a Magyar Szocialista Pártban már a üldözendővé vált a baloldaliság, az őszinte szó pedig statáriális megtorlás vált ki a tagság nyakán élősködő vezetők részéről. Természetesen a közleményből idéztem. A vonalban Szanyi Tibor, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom miniszterelnök jelöltje. Hát a Szocialista Párt tisztújítás előtt áll, 19-én lesz a kongresszus, elvileg tehát még nyitott a verseny, de akkor kik az MSZP árvák? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát nyilván ez egy hosszabb történet, hiszen számtalan olyan egykori, illetve hát tartalmi értelme mai elvtársamat ismerem, akik ilyen-olyan-amolyan okoknál fogva eltántorogtak az MSZP-től, vagy önként, vagy késztetésre, de minden esetre hát ezek baloldali emberek, és értelemszerűen egy üzenetre fordultam hozzájuk, hogy nekünk, vagy nekem legalábbis nem egy adott párt szervezeti keret, hanem maga a baloldaliság fontos, és hogyha valaki becsületes baloldali embernek érzi magát, az a mi mozgalmunkban, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomban politikai fedélben áll. De itt a közleményben egyébként nagyon konkrét jelzőket is aggat a például az országos vezetőkre, őket elkorrumpálódott országos vezetőknek nevezi, akik kishatalmi görcsökkel áldozatokká tesznek másokat. Itt a korrupció alatt, illetve a kishatalmi görcsök alatt mit ért? Vagy mit értenek? Nézze, tulajdonképpen amikor én 21 évvel ezelőtt életemben először beléptem egy pártba, a Magyar Szocialista Párt volt, ez egy gyökeresen más párt volt, mint amire mára jutott. Na most, ez volt kormányzó párt, de egyesek úgy viselkednek benne, mint hogyha most csak úgy pillanatnyilag nem lennének kormányon, és nem veszik észre azt, hogy mennyire összezsugorodott a mögöttük lévő szavazóbázis, és mégis a régi reflexekkel próbálnak operálni. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy egy szervezet működésében az a halál, amikor a vezetőség a szavazatokat ilyen-olyan-amolyan eszközökkel, de szó szerint megveszi. Tehát nem elvi viták vannak, hanem az, hogy ki milyen előnyt tud adni a másiknak ahhoz, hogy a szavazatát megnyerje. Erre céloz itt a korrumpálódás már tulajdonképpen? És akkor most picikét akkor azért térjünk tényleg oda, hogy nyilván ez a közlemény, mint időzítés, nem véletlen, hiszen néhány nappal az MSZP kongresszusa előtt vagyunk. És itt ezt a kongresszust azért elég komoly indulatok kísérik, elég csak itt például az alapszervezetek feloszlatására gondolni. Erre céloz itt? Abszolút erre célzok. Hát egyébként nem én csak követem az eseményeket, már bocsánat, nem én szerkeztem, hiszen azok az alapszervezetek most a hétvégén például a Nyíradonyi alapszervezet testületileg áll föl, hogy tulajdonképpen ugyanazokkal az érvekkel, amikkel én gondolkodom, hogy nem kívánnak tovább ebben a szervezeti keretben működni. Tehát gyakorlatilag én azt hiszem, hogy azért az MSZP mostani kongresszusának olyan őrült nagy jelentősége már nincs. Tartalmi ügyek nincsenek napirenden. Egyedül egy ilyen a jelenlegi vezetése megmaradásáért küzd. Gyakorlatilag egy országgyűlési küszöb alatt lévő pártról beszélünk, és akárki lesz ennek az elnöke már, hogyha váltás következne be, mondjuk például Mesterházi Attila, pokoli nehéz dolga lenne. Egyébként az Igen Szolidaritás mozgalom, hogyha jól láttam a honlapjukon, pártnapot tartottak, és megjelent azóta erről is egy közlemény. Huszti Andrá elnök asszony beszédében felszólította a többi ellenzéki párt, ahogy fogalmazott, a hatos fogat vezetőjét, hogy, és itt megint őt érzem, hogy álljanak ki zsidózó és cigányozó jelöltjük mögül a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. számú választókerületében rendezett időközi választásokon. Tehát ezeket a jelzőket sem én mondom, hanem az Igen Szolidaritás mozgalom elnök asszonya. Jött-e valamilyen reakció erre a felszólításukra? Nem. Én úgy veszem ki, hogy egyelőre ilyen síri csend van. Ezek a pártok, ezek makacsul hallgattak erről a történetről. Hogyha megnézzük a borsodi kampányt, ahol ugye mi támogatottunk, Tóth Ádám járja a falvakat, hát nyoma nincs a többi pártnak.
Tehát egyszerűen levonultak a pályáról, hagyják, hogy ez az egyetlen egy, én csak mutilációnak szoktam mondani, jelöltjük ott vergődjön. Tehát nincs egy igazi, nincs egy szolidáris kiállás a saját jelöltjük mögött, ugyanakkor van egy érzékelhető nemzetközi nyomás is. Nyakra főre vannak azok a nyilatkozatok az Európai Parlament dimenzióiban, más dimenziókból, ahol hát nagyon egyre harsányabban nyilatkoznak meg különböző politikai erők, akik most észlelik, hogy mi is történik itt tulajdonképpen Magyarországon. És lehet, hogy itt sokaknak ez olyan a látkép része, hogy hát akkor itt vannak ilyen rasszista, meg antiszemita, meg cigányellenes figurák, és akkor azok úgy nyugodtan jelölhetnek országgyűlési képviselőként. Na de hát azért ez, elnézést, ezt mondom, hogy az európai vidékeken, hát azért ez főbe jár a bűn. Hát nácit nem támogatunk. Hát ilyen nincs, hát náciknak nincs bocsánat. Igen, hát, de itt például a reakciókat nézve, Keresztes László Uránt az MSZP-től, vagy bocsánat, az LMP-től pénteken volt a vendégünk. Ő azt mondta, hogy az LMP bíró mögött áll, bocsánatot kért, miért ne lenne ez elég. Aztán Gyurcsány Ferenc is nyilatkozott valahol, talán szombaton vagy pénteken, és ő azt mondta, hogy a jelen és a jövő remélt sikerét nem fogja megakadályozni, hogy a Jobbik történetéből elő fognak még jönni ilyen mondatok. Tehát itt láthatóan mindenki ezt ugye a múlt dolgai közé sorolja, a jövőhöz nincsen köze. Ennyire azért nem egyszerű a dolog, Szanyi Tibor szerint? Hát szerintem nem. Tehát azért vannak olyan emberi magatartás formák, amiket nem lehet egy bocsánatkéréssel elintézni. Tehát ez nem az a kategória, már elnézést most én kérek bocsánatot tulajdonképpen. Köszönjük szépen. Szanyi Tibort, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom miniszterelnök jelöltjét hallották.